Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 7 órakor. Terrortámadás sorozat rázta meg Jakartát, több robbanás is történt egymás után az indonéz fővárosban. Sajtóértesülések szerint legalább 6 robbanó szerkezet lépett működésbe, az egyik az ENSZ irodája előtt. De robbanás volt egy kávézónál és egy bevásárlóközpontnál is. Rendőrségi források szerint legalább egy robbantást öngyilkos merénylő idézett elő. Az első értesülések szerint a robbantásokban legalább 3 ember életét vesztette. A helyszíni tudósítások szerint óriási a káosz a városban, ahol tűzharc is kialakult. Egyes helyeken holttestek hevernek az utcán. Az ABC tudósítója arról számolt be, hogy az áldozatok között van egy rendőrtiszt is, a terroristák ugyanis gránátokat dobtak a rendőrök felé. A lengyel demokrácia él és virul. Így reagált a lengyel kormányfő arra, hogy Brüsszel vizsgálatot indít Lengyelország ellen, aki a bizottság alelnöke korábban bejelentette, az unió kormányának számító testület a jogállamisági mechanizmus keretében előzetes vizsgálatot folytat majd a lengyel alkotmánybíróság hatáskörének korlátozása miatt. A bizottság most zárt ajtók mögött tartott vitát a nemrég beiktatott lengyel kormány tevékenységéről. A bírálók szerint Jaroszláv Kaczynszki pártja, a jobboldali Jog és Igazságosság a közmédia fölött is igyekszik átvenni az ellenőrzést. Tarlós István emberileg csalódott és nem ért egyet Orbán Viktor Budapest politikájával. A főpolgármester az Indexnek beszélt arról, hogy a lemondása szóba se jöhet. Ő olyan típus, aki talpra áll, ha leütik. Tarlós úgy fogalmazott, idézem, ha Bólogató Jánost akartak, nem engem kellett volna jelölni 2014-ben. A BKV finanszírozását érintő törvényről pedig azt mondta, szégyelje magát, aki így bánik a szövetségesével. De kritizálta a rezsicsökkentést is, szerinte ugyanis részben ennek köszönhető, hogy rosszul állnak a fővárosi közműcégek. Mint mondta, ő figyelembe veszi az ország első politikusának véleményét, de olyanra ő sem utasíthatja, aminek korábban maga kérte az ellenkezőjét. Ahogy fogalmazott, nekem ez egy politikai szövetség, nem kevesebb, de nem is több. A főpolgármester a 168 órának adott interjújában nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a BKV működésének érdekében a főváros takarékossági kényszerintézkedéseket hozzon. Tarlós István tarifaemelést, járatritkításokat vagy egyes járatok megszüntetését említette, hozzátéve, hogy mindenre csak komoly kormányzati pénzügyi kényszer esetén kerülhet sor. Az agglomerációs járatok működtetéséről a főpolgármester a lapnak azt mondta, kapott olyan telefonhívást, amely megerősítette, hogy a kormányzat átveszi a főváros határain túl közlekedő járatok finanszírozását. Elkezdték visszaállítani az elmúlt napokban nagy erőkkel lebontott hirdető oszlopokat. Mindezt azután, hogy szerdán a bíróság eltiltotta a fővárost a további bontásoktól. A végzés szerint az önkormányzatnak ugyan nem kell visszaállítania az eredeti állapotot, de biztosítania kell valamennyi oszlop rendeltetésszerű használatát. Először az Andrássy útról kiemelt 4 oszlopot állítják vissza. A bontás, a visszaállítás vagy egy esetleges kártérítés költsége a budapesti adófizetők zsebéből történik. A Mahír mielőbb visszaállítatná az oszlopait, már ha visszakapná őket. Többi oszlopot is pótolni fogjuk a megfelelő időben. Ezt az nehezíti, hogy nyilvánvalóan a CityPostal rendelkezik raktáron plusz oszlopokkal, viszont a főváros illetékes cégétől még most sem kaptuk vissza azokat az oszlopokat, amelyeket korábban kiemeltek, és amelyeket az interneten látott drónfelvételeken is megszemlélhettünk, hogy a hóban fektetve tárolják ezeket. Többször felszólítottuk már az illetékes céget arra, hogy adja vissza ezeket az oszlopokat. Nincs presztízs harc a Magyar Úszószövetség és Hosszú Katinka között, ezt mondta a Gyárfás Tamás, a szövetség elnöke. Közben az Úszószövetség hozzájárult ahhoz, hogy Hosszú Katinka részt vegyen egy hétvégi versenyen. Kedden még kérdéses volt, megadja-e a Magyar Úszószövetség a versenyengedélyt Hosszú Katinkának arra, hogy a sportoló indulhasson az Austini Arena Pro Gálán. A Magyar Úszószövetség elnöke nem tartja a presztízs veszteségnek a döntést. Gyárfás Tamás kérdésünkre úgy fogalmazott, nem tudják, Hosszú Katinka mit vár a szövetségtől, de mindent megtesznek a helyzet rendezése érdekében. El tudjon képzelni, hogy bárki, hogy Messi vagy a Ronaldinho 23-szor megkeresi a mester, a edzője, hogy ugyan már fogadj engem. Itt ezt csináljuk mi, hogy gazulálunk, hogy állj már velem szóba,
beszéljük már meg, és nem sikerül. Nem hiszem, hogy ez a trend a világ sportjában. Keményen bírálta az MSZP-t Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke az alkotmánybírók jelölésével kapcsolatban a Facebookon azt írta, idézem, hogy mindenki jól értse, ismételjük meg, aki e tárgyban együttműködik a Fidesszel, az kollaboráns, az áruló. Szerinte a kormánypárt csak azért ajánlotta fel, hogy a szocialisták is jelöljenek egyet a három alkotmánybíró közül, mert idézem, már nincs kétharmados többsége, hogy az ellenzék bevonása nélkül döntsön, így a vele esetleg kooperáló MSZP segítségével tisztára mossa az eddigi szennyesét, írta politikus. A szocialisták elnöke szerint pártjuk semmilyen hivatalos megkeresést nem kapott az alkotmánybíró jelöléssel kapcsolatban, de ha érkezik ilyen, akkor először az döntik el, akarnak-e élni a jelölés jogával. Tóbiás József azt is bejelentette, az MSZP közérdekű adatigényléssel fordul az Exim Bankhoz, hogy megtudja, a pénzintézet milyen feltételekkel biztosít hitelt a TV2 és a Kopaszigát megvételéhez. Enni Vajna kormánybiztos a TV2, míg Garancsi István a Videoton tulajdonosa összesen 23,2 milliárd forintot kapott a banktól a Kopaszigátot is magába foglaló ingatlan megvásárlásához. Az MSZP elnöke arra kíváncsi, milyen export tevékenységet folytat a TV2, illetve a Kopaszigátot tulajdonló cég. Magyar idő szerint ma délután 14:30 jelentik be az Oscar-díj jelöléseket, így eldől az is, hogy a Golden Globe-díj után jelölt lesz-e az Oscar is, az Oscarra is a Saul fia. A legjobb idegen nyelvű kategória 9 esélyesek közül szerepel Nemes Jeles László Golden Globe és Cannes-i nagydíjas filmje a Saul fia is, és kritikusok azt sem tartják kizártnak, hogy a filmet több kategóriában is jelölik. Az Oscar-díjakat 88. alkalommal osztják ki, a díjátadó gálát február 28-án tartják majd a hollywoodi Dolby Színházban. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak a fővárosi utakon. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét! Kollégáim a város egész területéről még közepesen erős forgalmat jelentenek. A belvárosban a Petőfi Sándor utcát lezárták, a Ferenciek terénél, a Kossuth-Lajos utcánál a Párizsi udvar átépítése miatt. A Petőfi Sándor utca északi részét a Városház utca, Párizsi utca kerülő úton elérhetik el, melyek feloldanak a védetlenedett kategória alól. A Benrad parton a Margit híd és a Ben József tér között ismét irányonként mindkét sávban haladhat a forgalom. Megnyitották már az alsó rakparti le- és felhajtót a Margit hídnál. A Gyóni Géza tér Benrad part csomópontban visszaállt az eredeti forgalmi rend. A Krisztina körúton a Csaba utcánál hétfőtől sávelhúzással két sáv járható, ez nem változott. A Csaba utcát egyirányosítják a Krisztina körút felé az Ignóci utcától. A Krisztina körút irányából a Maros utca Csaba utca útvonalon lehet kerülni. Erre kerül a 128-as és a 129-es autóbusz is. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép napot, én balesetmentes közlekedést kívánok. És eddig tartott a híradó, most folytatódik a Start Bomber a Krisztinával. Szervusz Krisztina, jó reggelt! Szervusz! Mivel folytatjátok, ki jön hozzád először? Géza, tegnap estig már több mint 2500-an írták alá azt a Miskolcról indult levelet, elégedetlenséget kifejező tiltakozó levelet. Egyre több iskola írja alá, amely a gyerekek jövőjéről és az oktatás helyzetéről szeretné a kormánynak egy icipicit az érdeklődését jobban fölkelteni. Kunhalmi Ágnes, szocialista országgyűlési képviselő és oktatáspolitikussal fogok beszélgetni a tanárok és a diákok elégedetlenségéről. Utána Bodnár Zoltánnal, a liberálisok gazdaságpolitikusával fogok beszélgetni arról, hogy jogos-e a bankszövetség 4 milliárdos büntetése, amelyet kiszabadtak rá versenyjogi szabálysértés miatt. A bankszövetség szerint nem történt versenyjogsérelem. És milyen konfliktusokkal néz szembe a kormány 2016-ban? Lesz-e sztrájk 1, 2, 3, 4, sokan együtt? Vagy nem lesz? A policy agenda elemzéséről fogok beszélgetni a policy agenda vezető elemzőjével, Kis Ambrussal. Köszönjük szépen. Ez lesz tehát a menü a következő órában, egészen 8-ig, akkor ugyanis újra híradóval jelentkezünk. Most tehát folytatódik a Start. További szép reggelt kívánok, viszontlátásra!